Halak helyett fából készült bajuszokat horgáztak a gyermekek, egyebek mellett játszótér is várta őket a múzeumtól múzeumig vonattal elnevezésű rendezvényen. Ötödik alkalommal csatlakozott az atomenergetikai, a Városi Múzeummal közösen a Múzeumok őszi fesztiválja programsorozathoz. A program olyan népszerű volt, hogy a jegyek két nap alatt elfogytak. Közel 600 ember van itt a múzeumban, tehát nagyon szeretik a látogatók ezt a programot, és azt gondolom, hogy ennek a sikernek talán az is a része, vagy annak is köszönhető ez, hogy minden ilyen vonatos programot igyekszünk kiegészíteni, vagy valamilyen tematikával, ami azt is arra is utal, hogy a két múzeum valami hasonló dologban gondolkozik, vagy valami olyan üzenetet szeretnénk átadni, ami fontos a számunkra is, és ezt szeretnénk a látogatókhoz is eljuttatni. Idén a környezettudatosság jegyében természetes anyagokból, fából és vesszőből készült játékokat próbálhattak ki a gyermekek a múzeumokban. Kisgyermekek a nagy kosarakban. Nagyon népszerű volt a kackiás játszótéren a körhinta, a limbó, a malom, a gólyaláb és a különféle ügyességi játékok. Nagyon jól érzem magam, és itt majdnem mindent kipróbáltam, meg ott bent azt a festőset. Ezen, meg azon a bújóson. Hogy kell játszani ezen a bújós játékon? Úgyhogy nem szabad hozzáérni a csengő. Ami a csengőkhöz, mert akkor megszólalnak. A rendezvény tematikájához szorosan kapcsolódó alkotóenergia pályázat díjnyertes munkáiból berendezett kiállítás is az emeleten kapott helyet. A vonat késő délután indult vissza a Városi Múzeumba, ahol már izgatottan várták a vendégeket. A múzeumok éjszakáján az eső miatt elmaradt Rézváros legendáját is megtekinthették az érdeklődők. Egy steampunknak nevezett stílust hoztunk most el, ami egyben a 19. századnak és egy kicsit a science fictionnek a keveréke, lévén, hogy itt Paksvárosában található tulajdonképpen a legnagyobb gőzgép Magyarországon, és ez a kor azt képzeli el, hogy hogy néz neki az élet, hogyha nem az elektromosság, hanem a gőz irányába fejlődött volna tovább a világ. A Múzeumok őszi fesztiválja programsorozat egész hónapban tart, tartalmas foglalkozásokat kínálnak a szervezők. Nagyon sok foglalkozást hirdettünk meg iskolásoknak, elsősorban az őszhöz fog kapcsolódni, másodszorban pedig ugye a Mesevilágnapja az, ami egy motto, és erre már nagyon-nagyon sok jelentkezőnk van, hiszen több tekintetben körbejárjuk a mesevilágát. A részletes programkínálatról a múzeum honlapján találnak tájékoztatást.